aggasztó, hogy a NATO irányt váltott az ukrajnai háború támogatása ügyében, és arra készül, hogy Ukrajna oldalán bevonódik a háborúba, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, korábban a NATO csak kommentálta az ukrajnai történéseket, de nem vált a konfliktus tevékeny részesévé, és a világháború veszélyére hivatkozva utasította el a beavatkozás lehetőségét. Úgy fogalmazott, ebben éles és rossz irányú negatív fordulat állt be. Nyilvánosságra került ugyanis egy NATO-Ukrajna misszió terve. Azaz a NATO arra készül, hogy Ukrajna oldalán a gyakorlatban is bevonódik a konfliktusba. Hozzátette, a magyar kormány továbbra is azt mondja, hogy a háborúnak nincs katonai megoldása, ezért tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Magyarország minden diplomáciai eszközt továbbra is be fog vetni, és a magyar külpolitika a NATO-n belül is továbbra is azt fogja képviselni, hogy semmilyen olyan lépést nem tehetünk meg, amely a világháború irányába vezet. Ezért Magyarország keresi annak a lehetőségét, hogy egy egyébként egyhangú döntéshozatalra épülő védelmi szövetség ilyen irányú döntése esetén ebből valamilyen formában kimaradhasson. Mi mindent továbbra is meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Magyarországot a lehető legkisebb veszély fenyegesse, csak akár más országok, vagy akár a NATO veszélyes és világháború kockázatát növelő döntései ellenére is.